Szevasztok, jó estét, igen, este van. Egy örömhírt szeretnék csak közölni, nem az egész népnek öröme részen, mármint nem az Isten népének, hanem a hídgyülekezetében még mindig fogolyként sínylődőknek, azoknak, akik tudnak róla, hogy azok és azoknak, akik nem, különösen azoknak, akik nem. Le fogok jönni hamarosan a Facebookról. Egyszer már letöröltem nem olyan régen, és olyan örömet és felszabadulást éltem át utána, hogy hihetetlen, aztán újra is tartom. De most szeretném most már hamarosan véglegesen letörölni. Nagyon nagy megkönnyebbülés az, amikor az ember nem, nincs ez a kényszere, hogy nézze, hogy mit tudom én, mennyi lájkot kapott éppen, vagy ki írt rá, stb. 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 Tehát ez mindegy, szóval nem jó, na. Ez az egész nagyon-nagyon nem jó. Ez az igazi emberi kapcsolatokat, sőt, nem akarom mondani, hát ennél egy még sokkal fontosabb kapcsolatnak, úgymond egy nagyon-nagyon jó, rossz, ilyen virtuális pótléka, kvázi. De arra jó volt, ugye, amire, hát nem tudom, ha csak egy embert úgymond sikerült visszatartani, ami az eredeti cél volt attól, hogy megmaradsa magát, akkor már megérte. És az én szempontomból pedig mindenféleképpen nagyon-nagyon jó volt, hogy azt a keveset, amit én fölfedeztem kvázi, az sikerült nyilvánosság elé tárni ilyen formán. Ugye emiatt ugye nagyon sokan megkerestek, és még kiigazítottak ahol engem ki kellett igazítani, és ezért örök hálával tartozom nekik. Név szerint talán nem fogom őket megemlíteni, de aztán lehet, hogy igen, hogyha úgy adódik. Annyit szeretnék még mondani, hogy hát a gyülekezetnek talán az rikálását is hamarosan abba fogom fejezni, legalábbis a Facebookon nyilvánvalóan mindenképpen, aztán, hogy most más fórumon fogom egy konkrétan sem, valószínűleg nem, de ez a csúfolódás nagyon-nagyon jól esett, hozzá kell tennem, tehát tényleg annyi évtized cenzúrája, tehát öncenzúrája, meg nyilvánvalóan a központi cenzúrája után, hogy tényleg ki lehet mondani azt, ami... Tudja, a Németh Sándor az egy közönséges mágus, egy varázsló, hamis sáfár, egy béres, nem is jó az, hogy hamis sáfár, hamis pásztor. Mert a hamis sáfár az valahol egy jó példa, de itt nem erről van szó, hanem egy olyan pásztor, aki igazából nem pásztor, hanem egy béres, akkor látja jönni a farkast, akkor elfut, illetve ragadozó farkas, ugye helyzettől függően, tehát ez nagyon-nagyon jó érzés volt kimondani, tehát ezeket a dolgokat kimondani. Az, hogy egy tolvaj, egy csaló, és hogy egy istenkáromló végső soron, nem csak ő, hanem mindaz, aki fölmegy a színpadra, és Isten nevében pénzt kunyerál a Istenre hivatkozva a hívektől. Ez borzasztó jó érzés volt ezeket mind kimondani, szabadon, félelem, rettegés nélkül, és ezért örökre állás leszek a Facebooknak, hogy erre nyújtott egy felületet. És maga az, hogy tényleg megismétlem, hogy mások erre engem rávezettek. És ezt javaslom is bárkinek, aki tényleg úgymond bizonytalan, vagy a kerítésen csücsül még, vagy nem tudja, hogy igazából melyik számára nagyobb megbotránkozás, mondjuk az ATV többségi tulajdonának a lenyúlása, meg a pápa misére való kimenettel, meg az, hogy a Semjén Zsolt a Szent Pálon oktat, meg hogy a Németh Sándor az Iványi Gábortba még belerúg azután, hogy nem az, hogy ő rajta segített, nagyon sokat annak idején, ugyebár, hanem még azután, hogy az Orbán rendszer is megpróbálta őt kicsinálni. Szóval, hogyha mindezek után, tehát nem tudja eldönteni az ember, hogy ezen botránkozzon meg inkább, vagy pedig azon, hogy például a kérdések a hídgyülekezeti csoportban ezeknek a mindenféle széplelkű szolgálóknak, meg mikrofonembereknek, vagy meg kameraembereknek a család tagjait, vagy a családi életét, meg a házas életét, stb. Elkezdi górcső alá venni, úgymond évtizedek óta végre. Úgymond a hívek, legalábbis gyakorlat szintjén, ugye évtizedekig ez nem volt gyülekezeten belül megengedve, most sincs, de legalább egy másik fórumon erre lehetőség van. Tehát ha nem tudjátok eldönteni, melyiken botránkozzatok meg inkább,
melyik a nagyobb botrány, akkor annyit tudok javasolni, ez egy nagyon érdekes kvázi kísérlet. Ugye hát öntudatlanul én is ezt hajtottam végre végső soron. Ugye egyetlen olyan területen, ahol én magam utána jártam annak tényleg saját jogon, meg saját erőfeszítés árán, hogy mi az igazság egyetlen egy dologban, és ezt a konzekvensen kideríted, és ezt megpróbálod orvosolni, vagy nem is az, hogy orvosolni, de valami tényleg úgymond nagy tekintélyű embertől a gyülekezeten belül megpróbálsz erre egy adekvát választ kapni, hogy magyarázza már el ezt, hogy mi annak az oka, hogy ez a jelenség, úgymond ez az anomália, akár évtizedeken keresztül folytatólagosan, rendszer szinten, vagy életvitelszerűen így megy, és így működik. Milyennek az oka? Van erre valami értelmes magyarázat? Ha pedig nincs, akkor milyen terv van arra, hogy ez megszűnjön, illetve a múltbeli ilyen jelenségekért, meg vagy ezért a működésért, mikor várhatunk bármiféle fajta bocsánatkérés és helyreigazítást? Bocsánatkérés, az talán még jobb lenne. Tehát, ha ezt így megpróbáljátok megcsinálni, a nagyon érdekes élményekben lehet részletek, ugyebár. Tehát egy gyülekezet az így van, de nem, ez mindenkitől tényleg csak elnézést. Mindenkire magára bízom azt, hogy ezen az úton végigmenjen. Nem kell minden, nem kell az összes botrány. Elég csak egyetlen egy botrányt erről a tényleg gazdagon terített roskadozó svédasztalról. Egyetlen egy botrányt vegyetek le, mindenki, amelyik a legszimpatikusabb neki, és azt próbáljátok meg egy konzekvensen valakivel, valami tényleg, hogy is fogalmazzak, befolyásos és olyan embertől, aki rendszeresen fönt van a színpadon, vagy akinek rendszeresen a zsebébe csúsznak ezek a fehér borítékok, amire rá van írva, hogy tized. Tehát ilyen emberhez menjetek oda, és próbáljátok meg ezt a dolgot tényleg úgymond Krisztusi módon, ahogy meg van írva a Bibliában, rendezni. Hogyha ő nem ad erre adekvát választ, nem az, hogy hat éven belül, vagy ilyesmi, mint ahogy ez az általános átfutási idő, hanem mondjuk ott helyben. Ha nem ad egy választ erre, vagy kitérő választ ad, és utána soha többet nem akar vele foglalkozni, hogy elkezd kerülni onnantól, akár csak néhány hétig, onnan az biztos jelnek veheted az ügyben, hogy nem akar vele foglalkozni, akkor megcsináltod azt, hogy akkor magad velé veszel még néhány embert, és úgy konfrontálsz ezzel az illetővel, hogy magyarázza már el azt, hogy hogy van. Mit tudom én, hogy hogy volt ez az ATV többségi tulajdonának a lenyúlása, miért van az, hogy a Semjén Zsolt ott tanított a Szent Pálon, miért van az, hogy a Bibliában, az Új Szövetségben sehol nincsen olyan, hogy az apostolok bárkinek tizedet fizettek volna, vagy bárkitől tizedet szedtek volna, és a gyülekezetben ez mégis gyakorlat. Bármilyen dolgot nyugodtan kérdezzetek meg, ketten vagy hárman, ugye együtt. Ha ez sem megy, akkor nyilván ugye ez nem fog menni, mert a gyülekezetben ilyen nincsen, de ugye ez lenne a következő lépés, hogy akkor az egész gyülekezet előtt ezt nyilván erre való például a kérdések a hídgyülekezetéről csoport, mert ugye a gyülekezeten belül ilyen nincsen. Most nehogy azt higgyétek, hogy ennek a csoportnak bárki vagy bármilyen vagyok, én csak nemrég ismertem ezt meg, nem is mondtam, én nem is voltam Facebookon korábban, úgyhogy nem is tudtam, hogy van ilyen. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kísérlet lehet. De az a helyzet, hogy azt érzékelem, nagyon világosan, egyértelműen azt érzékelem, hogy tényleg nem egészséges. Tehát ugye rendszeresen elküldenek nekem most mindenféle ilyen felvételt, amin tényleg a Németh Sándor kiáll a színpadra, vagy ott elkezd a sorok előtt sétálni, ahol az emberek így ledermedve így nézik, és mindenki, senki nem meg sem mer moccanni, ugyebár, mert ugye Németh Sándor jelenlétében így kell viselkedni. Szóval, és akkor ott osztja az észt. És az a helyzet, hogy én már nagyon régen, tehát még amikor korrektorként ott dolgoztam a hetekben, még ilyen, nem is tudom, ez ilyen 2013-4 körül lehetett, sőt, még egyszer az Új Exodusban is volt egy, hogy lekorrektúráztam az utolsó pillanatban egyetlen egy darab ilyen cikket, és akkor bekerültem az impresszumba én is, mert ez csak azért, csak így visszatérő lekor, mint a Karika Gabi hazugságával kapcsolatban, hogy én már nem jártam 20 éve egy gyülekezetében, de hogy nem. Sőt,
De az tény, hogy egyre nehezebben viseltem azt, hogy beülni az Isten tiszteletre, és ugye azzal nyugtattam a lelkiismeretemet, úgymond már az utolsó néhány évben, hát volt, hogy végig engribörcöztem az egészet, benne az Isten tiszteleten, jó felültem, jó messzire, hogy hívjákra, és nem, már úgy voltam, hogy nem is érdekelt az, hogy ki mit gondol. Pedig szándék szintjén ott volt, ott akartam ezt az egészet, minden, de egyszerűen nem bírtam. És aztán, amikor ott voltam korrektorként, ahogy hívjákban, a hetekben, akkor is azzal nyugtatgattam magamat, hogy majd hallgatom, hallgatom, és én lélekben ott vagyok. Tehát, mert ugye ment a háttérben, és akkor közben az ember korrektúrázott, és a többi. És akkor ugye ott volt ingyen szendvics is, meg, tehát jó volt az azért. Hozzáteszem, hogy annyi volt körülbelül, tehát meg amikor hazavittem a egy-két ilyen brigádot kocsival, nyilván akkor azért is kaptam benzinpénzt, ami nyilván kicsit, tehát több volt, mint a konkrét izé. Tehát ez se volt rossz azért, meg mit tudom én. Szép idők voltak ezek. Volt egy jó kis mozgalmi jelleg az egésznek, és az ember egy teljesen boldog tudatlanságban volt a rendszer természetét illetően. De hát ugye ezen sajnos már túl vagyunk. Nem tudom, honnan kanyarodtam ide. A lényeg azt érzékeltem nagyon erősen, hogy az Úr megengedte kvázi nekem azt, hogy ki dühöngjem magamat, meg ki csúfolódjam magamat, és ja igen, hogy elkezdték nekem elküldeni, vagy továbbra is küldözgetik ezeket az agymenéseket, meg mit tudom én, és azt vettem észre, hogy rendkívül megterhel, lélektanilag. Hát nyilvánvalóan korábban is megterhel, de akkor ugye az ember még megerőszakolta a lelki ismeretét, de én most már ezt nem szeret, tehát nem szeretném ezt tovább csinálni. Szeretnék úgymond begyógyulni, újra emberré válni, ez nyilván egy hosszabb folyamat lesz. Mert ugye a híd gyülekezetében az ember, ha emberként indul, tehát ez körülbelül így történik, hogy az ember megtér, ugye ezt láttam, most elküldték nekem ezt, hogy ez a kis grófó, vagy mit tudom én, úgy szintén megtért. Most valaki nagyon viccesen elküldött egy izét, egy ilyen képernyő izét róla, hogy tehát, hogy a Sándor azt gondolja közben, hogy van a kép, hogy a Sándor fogja a karját, vagy ráteszi a kezét erre a srácra, és akkor mondja, és gondolja Sándor közben, ott van ilyen gondolatbuborék, hogy na, végre találtam egy cigány embert, aki be fogja fizetni a gázszámlámat. Szóval, zseniálisak ezek. Ez hiányozni fog valahol. De nem, szóval tényleg borzasztó, egyszerűen engem már megterhel lélektanilag. Tehát a Sándornak ezt a kemény, kemény, károsztató, öntörvényű, tényleg ez a lenyomó, hogy hívják ki, beszédét hallgatni, még így is, hogy egyszerűen tényleg az embernek a fülét bántja. Tehát amikor az ember kijön ebből a börtönből, egyszerűen bántja a fülét már utána. És egyszerűen nem akarok én már ezzel foglalkozni. Tehát úgy érzem, hogy tényleg, mint egy szanatóriumra van most már szükségem, ki akarok ebből jönni, el akarok távolodni, Sándor hülyítsen azt, akit akar, hallgassa őt az, aki akarja, szenvedjen ő is, még hogyha nagyon akar. Én köszönöm szépen, nekem igen, hát bizonyos eltávolodással, de összességében ez a 40 év rendszerhűség, ez körülbelül elég volt. Nagyon szépen köszönöm. Ugye, én köszönöm mindazt, amit ennek köszönhetek, ugye bár, de köszönöm szépen, tehát ennyi elég volt. És az a nagy helyzet, hogy azt érzékeltem kifejezetten, hogy ezek az emberek ellenére annak, hogy a spiritizmusnak az eszközével nagyon-nagyon ott, de tényleg nagyon otthonosan mozognak ebben a világban, és nagyon előszeretettel élnek ezzel. Amit ugye szellemi harcként ismerünk, ez gyakorlatilag semmi más, mint a fekete mágiának egy ilyen lájtosabb formája, mert ezek kecskét nem áldoznak föl, amennyire én tudom, meg tyúkot sem, meg mit tudom, meg embervért se isznak, meg semmi ilyesmi. Emberáldozatot nem is beszélve, de a maga, ami a verbális részét illeti, az semmivel nem jobb, mint a fekete mágia gyakorlatilag. Tehát ez a dolog ellenére, hogy a szellemi világot azt is szeretik így mozgatni, kvázi, mert ugye ezt a Biblia leírja, Dávid Zsoltára tele van ezekkel, hogy ugye ezt a Bartus Laci is utalt erre egyébként, hogy meg ezt én is átéltem, tehát hogy az ember átél bizonyos zaklatottságot kvázi, úgymond, amikor róla így beszélnek, de
Én hála Istennek, talán azért, mert ugye egy olyan időben vagyunk már, amikor annyian, tehát hogy mondjam, teljesen átfordult, hogy mondta, tényleg a fagyi nagyon kezd visszanyalni. Tehát egyszerűen annyi ember háborodik föl, és annyi emberben kunkorodik föl a düh, meg a megvetés és a harag, és kifejezetten konkrét, nagyon erős harag, úgymond a Németh Sándorral, meg az ő slepjével, meg ennek az egész undorító, mocskos rendszerrel szemben, hogy most már nem, tehát nincsen meg úgymond az, hogy egy-egy ember, úgymond egy-egy emberre irányul csak ez, mert ezek végig akarnak menni a démon listán, hát körülbelül egy ilyen hetes procedúra, mert ugye annyi ember oszt már meg mindent a Facebookon, meg minden a gyülekezet működésével kapcsolatban, hogy nem, hogy mondjuk inkább a Sándor, meg az ő, hát ezek a Súrjányi Csaba, meg mit tudom én, édes Istenem. Szóval mindennek ellenére ezek az emberek rendkívül testi emberek. Tehát gyakorlati materialisták. Annak ellenére, hogy nyomják ezt a szellemi harcot, meg ezt a ráolvasásokat, meg mit tudom én, ezek ellenére, ezek borzasztó, borzasztó testi és borzasztó materialista emberek. Tehát értem ez alatt azt, hogy egyszerűen ez nekik nem esik le, és nem fogják föl. Nem fogják föl azt, hogy az, ami a gyülekezetet éri, kvázi, most ne is használják ezt a szót, hogy gyülekezet, mert ez se nem hitnek a gyülekezete, meg még a hit lenne, annak se gyülekezete, tehát ez a hitetlenségnek a szervezete, inkább mondjuk így, vagy a sok mindennek lehetne nevezni, tehát a de ez nem gyülekezet. Tehát ez nem gyülekezet, ez egy szervezet. Ez a Német Párt. NS Párt. Vagy mi az? Igen. NS Piramis. NS Piramis MLM. MLM Párt. NS MLM Párt. Szóval nem bírják ezt fölfogni azt, hogy ez egyszer nem fér bele. Tehát lehet látni, hogy az ő mátrixukban ez a dolog ilyen, ez nem létezik. Egyszerűen nem tudják fölfogni azt, hogy nem emberek intézik már. Ez nem emberek, nem azért, mert nem, most azért, mert van egy ilyen, hogy a kérdések a hitgyülekezetéről csoport, és akkor emiatt, azt hiszik, hogy emiatt ezért lesz a gyülekezetnek rossz a megítélés. Ezek ennyire hülyék. Ezek ennyire hülyék, hogy azt hiszik, hogy ha sikerül beépülniük, mit tudom én, a faragatlan kövek csoportba, mit tudom én, meg sikerül beépülni a kérdések egy gyülekezetéről csoportba, meg ott mindenfélét megosztani. Ja, hát meg ugye ez is, hogy ez a legújabb taktika, hogy most már ilyen célzott izével, dezinformációval, tehát beetetnek egy ilyen információt, beadnak egy ilyen információt, ami hamis, valószínűleg, és akkor ugye azt ugye fölkapja ott, úgymond ebbe a csoportba, egy valaki megosztja, a többiek fölkapják, na és akkor utána lehet csinálni róla egy izét, egy ilyen izét a hitrádióban. Ugye meg lehet, lehet kezdeni fenyegetőzni izével, feljelentéssel, rendőrségi feljelentéssel, meg utána lehet csinálni belőle egy ilyen izét, szemforgató izét, riportot a hitrádióban az izének aki most már Csé betűt is elvesztette, most már csak Király Tamás, tehát Cseszkó Tamás, utána Király Csé Tamás, most már csak Király Tamás. Tehát ő, aki rendőrségi feljelentést helyezett kilátásba, tehát ő, akinek egy csomó rendőrségi ügye volt. Mindenféle számviteli, meg mindenféle egyéb fegyelem, meg okirat hamisításszerű, ilyen folytatólagosan elkövetett ilyen dolgok miatt, és akkor ő ugye elkezdett. Ezt már mindezt, ha jól emlékszem, ezt mindezt már kvázi megtért emberként. Tehát, vagy legalábbis ezeknek egy részét már úgy tudom, hogy megtért emberként követte el. Folytatólagosan, és akkor ő rendőrségi feljelentéshez, és akkor, de ő ugye tud utána, ugye, mert ugye van egy ilyen platformja, hogy hitrádió, és akkor na mindegy, hát erről csak ennyi, tehát mondom, ide jutottunk már, hogy vannak ilyen ázsán provokatőrök, akik beadnak ilyen hamis információt, ezt egy valaki ugye megosztja, ugye, ilyen, mert izé, rákattan, és akkor megosztja a zenekkor, ez akkor elindul ez ügyben, hogy hívják, na, és akkor utána erre lehet egy. Mondom, tehát ilyen szinten van ez a dolog, hogy ezek az emberek, tehát mondom, ezeknek a kereszténységnek se semmi köze. Hozzáteszem, amannak se talán, hogy, mert tényleg mindegy, lehet, hogy majd erről is beszélek, hogy mi annak a, úgymond a morális alapja, hogy ilyen mindenféle szép arcú, meg kedves, meg aranyos embereknek a család életét elkezdjük kivesézni, akár itt, akár máshol.
De ezek az emberek ebbe gondolkodnak, azt hiszik, hogyha sikerül ezek ebbe a csoportokba beépülni, meg ezek, ja, és miért már arra megy ki a játék, hogy meg akarják tudni, hogy ez a nék, ezek a névtelen, vagy álnéven, ilyen álnéven posztoló csoport, adminisztrátorok igazából kicsodák. Tehát erre megy ki a játék. Tehát azt hiszik, hogyha ők megtudják azt, hogy ezek az emberek kik, és ezeket sikerül befenyíteni, akkor helyreáll a rend az erőben. Tehát akkor újra helyreáll a harmónia. És nem tud, nem fogják azt fel, hogy tényleg süllyed a hajó, és még mindig húzza még mindig húzza a zenekarra, hogy hívják ott a keringőt, és közben már így áll az egész hajó, de ők meg mindig, és akkor így húzzák, így féloldalasan, úgymond. De ez ilyen, ez van. Viszont azt érzékeltem, én nagyon erősen azt érzékeltem, hogy tényleg az Úr az kegyelmes volt, meg megengedő volt velem. Tehát tényleg, hogy megengedte azt, hogy kidühöngjem magamat mindazért, amit, meg hogy kvázi egy ilyen dühöngésnek a formájában, úgymond ezt a meggyászoljam, úgymond mindezeket az évtizedeimet, a tönkrement szüleimmel, teljesen megromlott kapcsolatomat, a testvéreimmel megromlott kapcsolatomat, a nagyszüleimmel effektív nem létező kapcsolatomat, úgymond azután, hogy a szüleink megtértek, az unokatestvéreim legnagyobb részével nem létező kapcsolatomat, akkor a most az eddig létező rokonaimmal, meg barátaimmal, akiket legalábbis rokonaimnak, tehát akik mai napig is rokonaim, de akiket barátaimnak hittem még itt távolból és a gyülekezetből, akkor azokkal is megszűnő, nyilvánvalóan megszűnő viszonyomat, ugye ezt is nyilvánvalóan meg kellett gyászolni, és akkor így majd szépen mehet tovább az élet, mint aki kilép a Szcientológia egyházból, vagy a jehovistáktól. Ugyanez. De tehát csak visszatérve azt érzékeltem, hogy az Úr, tényleg megengedte az Úr ezt nekem, de azt érzékelem, nem biztos, hogy igazam van, lehet, hogy ez nem az Úr, lehet, hogy ezeknek a ráolvasásoknak az eredménye, de én úgy érzékelem, hogy most tényleg nem tudom, hogy honnan jön, de azt érzem, hogy tényleg le kell tennem kvázi ezt a dolgot, és el kell távolodnom ettől az egésztől a gyógyulásnak az érdekében, és ami pedig hogy hívják ott, illeti magát a hitgyülekezetre váró ítéletet, hát igazán nem várom, mert ez már elkezdődött, de azt érzékelem, hogy tehát nem szabad az Úr, tehát az Úr meg van írva, hogy az Úr azt mondja, hogy én a dicsőségemet másnak nem adom. És ugye az is meg van írva, hogy megismertetett az Úr arról, hogy a gonoszt a saját fegyverével veszítette el. Valami. Tehát most lehet, hogy egy kicsit parafrázis, amit mondok, de körülbelül ez van leírva. És nagyon fontos azért, hogy én hátrébb lépjek, azért ugyanúgy, mint ahogy a Kóré meg a Dátán sátraitól hátrébb kellett lépni mindenki másnak, azért, hogy amikor az Úr oda lecsap, akkor ott ne fontoskodjon ott az ember körülött, hogy na, még én is egy utolsót beléjük rugok, meg mit tudom, én nem kell. Mert ezt az Úr, én azt ezt érzékelem, hogy ezt az Úr szeretné intézni. Tehát ő szeretné, és nagyon fontos, hogy ezek az emberek, nem az most, hogy ők mit gondolnak, a német csádor, meg az összes többi ilyen önjelölt törtető, ez senkit nem érdekel. De azok az emberek, akik számára még van remény, de lehet, hogy az ő szempontjukból is fontos, hogy ők is azt lássák, hogy ez az Úrtól van, hogy megvan írva, hogy az Úrtól lett, ez is csodálatos a mi szemeink előtt. Hogy ez az Úrnak a szabadítása lesz. És ez nem azért van, mert itt, mit tudom én, a Bartus Laci ír akármit, vagy nem azért van, mert én föltettem valami videót, meg nem azért van, mert a kérdések a hídgyülekezete csoportban már nagyon régóta komoly aknamunka zajlik, úgymond. Az aknamunka abban az értelem, hogy föltáró munka, aminek a gyülekezetben kellett volna történnie, és soha nem történt meg. És ezért csak ezen a fórumon lehetett igazából ezeket megbeszélni. Nem azért, még csak nem is azért, mert a Rostár Zoli, vagy meg mások nagyon pontosan, úgymond, megállapítanak dolgokat. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy csomó emberben a helyére kerüljenek a dolgok, és megértse mindazt, hogy mind ment keresztül. De nem ez az oka annak, hogy a gyülekezetre egy nagyon brutális ítélet, nem gyülekezetre, mondom erre a szervezetre, egy nagyon brutális ítélet vár ez a babiloni állam egyházzal összeszobázott, teljesen elkurvult szervezetre egy ilyen ítélet fog jönni.
Tehát ez nem emberek miatt van. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez egyértelmű legyen mindenki számára, és hogy egy Isten félelem szálljon mindenkire, amikor ez megtörténik. És ezért nagyon fontos, hogy én is hátrébb lépjek, mert nem mert hogy senkiben ne legyen kétség, tehát senkinek gondolja azt, mint ezek a retardáltak, akik megpróbálnak ezekbe a csoportokba beépülni, meg a névtelen vagy álnéven posztoló adminoknak a kilétét megtudni, felfedni, stb. Meg ilyenek. Nem, de fölösleges. Fölösleges. És amikor ez lesz, amikor az lesz, hogy tényleg eljön ez az ítélet, nagyon az az érzésem, hogy egy akkora keserű kiábrándulás lesz nagyon sok ember részéről, hogy az egyszerűen megdöbbentő. És nyilvánvalóan jó lenne, hogyha nem lenne ez túl késő ezeknek az embereknek a számára, de az a helyzet, hogy nagyon-nagyon fájó ez számomra ezt látni, hogy azokkal az emberekkel, akikre még a Szentpálon együtt jártam még, hát én együtt jártam, mi az a Szobota Orsival, a Locsmándi Zsolttal, talán még, mint hogyha a Flajsz Endre, nem tudom, hogy vagy ki volt még ott. A Füzér Norbi is az osztálytársam volt, a Kis Balogh Feri is az osztálytársam volt. Együtt, egymás mellett ültünk a padban. Sőt, talán még, ha jól emlékszem, akkor még a Bartus Helga is velünk egy osztályba ért, ha jól emlékszem. De nem merek rá megesküdni. Igen. De most képzeld el, hogy itt vannak ezek az emberek, és annyira kedveltem sokukat, és ezt látni, és az, hogy az embernek le kell ezekről az emberekről mondani, és tényleg az Úrra kell bízni, hogy Uram, ha te meg tudod őket menteni, meg tudod, de én megtettem, amit tudtam, és én emberileg nem tudok itt mit csinálni. Tehát egyszerűen, tényleg az, hogy minek kell még történnie? Minek kell még történnie ahhoz, hogy lehessen nekik, hogy a Németh Csándor az nem egy közönséges, mert annál ezért, tehát nem egy ilyen pitiáner valak, de amit csinál, annak a lényegét tekintve, annak a miben létét tekintve egy közönséges, szélhámos, vallási és gazdasági és politikai szélhámos. Ez van. És tényleg nem tudom, hogy mi az, aminek még történnie kellene. Most én erkölcsiről ne is beszéljünk, mert hogyha azoknak csak a negyede igaz, amik vele kapcsolatban úgymond fölmerültek, hát akkor már nagyon nagy a baj. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy pofára esés lesz ez sok embernek, és nagyon-nagyon keserű ébredés. Úgyhogy, na ennyi. Én ennyi. Ezt érzékelem, hogy nekem ebből hátrébb kell lépnem. Amit pedig még nekem mondanom kell, azt már nem a Facebookon szeretném intézni, hanem ugye megvannak erre a YouTube egyelőre, de valószínűleg az lesz, hogy fogok majd csinálni egy alternatív valamit, talán a Rumble, vagy az Odyssey, vagy valami hasonló, ami kevésbé van cenzúrázva, mert azért a YouTube is keményen van cenzúrázva, tehát akármit ott sem mondhat az ember, mert igen. Ja, na, nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és ez az én személyes, hogy hívják, benyomásom, nem nagyon egyeztettem erről senkivel, sőt, nem is egyeztettem senkivel, talán egy-két embernek említettem, hogy van egy ilyen érzésem, de ez senkit nem köt, meg senkinek nem ajánlás, meg semmi ilyesmi, ez az én saját, hogy hívják, érzésem, és hát nem beszélve arról, hogy rengeteg idejét elvesz az embernek a maga Facebook, mint olyan, és ez egy teljesen, ez egy virtuális, ez az igazi kapcsolatok helyett egy ilyen virtuális valami, és hát nem beszélve arról, hogy ez egy borzasztó, sötét, úgymond figurák állnak ez az egész mögött, meg az egésznek a tényleg az adatkezelése, meg mit tudom én, hát szóval nagyon-nagyon-nagyon rossz. Tehát lassan kezdek. Ja igen, és még egyszer szeretnék mondani, hogyha esetleg azt látnátok, hogy most hirtelen, hogy mit tudom én, tényleg így eltűnök, meg mit tudom én szem elől, akkor tényleg ne aggódjon senki, meg mit tudom én, nem kell kétségbe esni, hogy mi történt vele, meg ilyesmi. Meg van írva, nem a Bibliában, de majd leírom, és akkor így utólag igaz lesz, hogy meg van írva, hogy az igaz ember nem vészel, csak átalakul. Úgyhogy
mondom, legrosszabb esetben ez fog történni, de ameddig nekem szükséges itt maradnom más emberek miatt, addig úgy is fogok maradni. Na, igazából ennyit akartam mondani, és tényleg az Úrnak az angyalai megvan éve tábort járnak az őt félők körül, és kiszabadítják őket. Az Úrnak a félelme, az a bölcsességnek a kezdete, és a gonosztól való eltávozás. Na, ezt ajánlom mindannyiunknak. Az Úr legyen veletek!